Egy csendes balatoni falu köré akar palackozó üzemet építeni a Folli Arborétum. Ábrahám hegy egy csendes, békés nyaraló paradicsom közvetlenül a Balaton partján. Az önkormányzat által üzemeltetett strand gyönyörű, tiszta és modern, mégis családias és zöld. A települést a másik oldalról szőlőkkel és erdőkkel borított dombok határolják, ezért ideális kirándulóhely is. Egy kis gyaloglással elérhető innen a salföldi Pannunkőtenger és a szintén salföldhöz tartozó pálos romja is. Éppen ezért a helyeket sok hatásként érte a hír, hogy egy hatalmas, palackozó üzemet akar itt építeni a szomszédos faluban található folli arborétum és borászat. A lakosok csak júniusban véletlenül plegykákból értesültek erről, holott a projekt előkészítése nyilvánvaló már sokkal korábban elkezdődött. Az önkormányzat ugyanis július 10-én tartott egy lakossági fórumot, ahol kész tények elé állították az Ábrahám hegyieket. A fórumon elhangzottak szerint a Fóli egy 850 négyzetméter alapterületű üzemet akar a faluban létesíteni, amely két 6 méter magas épületből állna. Egy palackozóból és egy raktárból. A tervek már készen is vannak, jelenleg az engedélyekre vár a beruházó. A létesítményt az Ábrahám hegyet átszelő 71-es főút és a Honvéd utca sarkán akarják megépíteni. Az érintett telek hosszú ideje a Fóli család tulajdona. A terület egyik oldalán kertvárosias és falusias lakóterületek vannak, a telek másik oldalán halad a főút és a vasút. A tó légvonalban csupán 2-300 méterre van a tervezett beruházástól. A helyiek nagy része ellenzi a fóli tervezett projektjét, mert szerintük Ábrahámhegy családi házai és nyaralói közé nem való semmilyen ipari beruházás. A hatalmas üzem rengeteget rontana a falu idili jellegén és kinézetén. Emellett a település nyugalmát is féltik a palackozótól, hiszen a borokat hűteni kell, ehhez pedig az épületeket nagy teljesítményű gépekkel kell ellátni, ami a lakosak aggodalma szerint nagy zajhatással és forgalomnövekedéssel fog járni. A Fóli család tulajdonában lévő telek, ahova a palackozót akarják építeni, a helyi építési szabályzat szerint kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, 30%-os beépíthetőséggel és 6 méteres épületmagassággal. Jelenleg viszont a telek nagy részét erdő borítja, és Vella Ferenc Zsolt polgármester egy 2021-es képviselőtestületi ülésen arról beszélt, hogy ennek a területnek a beépítése hatalmas lakossági ellenállásba ütközik, az erdőnek ott kell maradnia. A helyi lakosok azt szeretnék, ha a polgármester tiltakozásukat figyelembe véve valahogy megakadályozná a palackozó megépülését, de úgy érzik, hogy a falu vezetője már inkább a beruházó érdekeit nézi. A fóli arborétum szerint a tervezett épület a 71-es főút mellett, lakott területen kívül helyezkedik el. A palackozást hangszigetelt térben végzik majd, a szőlő szeptemberben érkezik, a palackok pedig havonta néhány teherautó fordulóval távoznak majd. Álláspontjuk szerint a többlet zajterhelés meg sem közelíti majd a 71-es út és a vasút jelenleg is meglévő zajterhelését. Vella Ferenc polgármester szerint a korábban készült tervek nem felelnek meg a jogszabályoknak, így még változtatni kell rajtuk, és ezért nem szóltak korábban a lakosságnak, ugyanis nem akartak félkész anyagot a helyek elé tárni. A polgármester azt is megírta, hogy a kérdéses telek besorolása miatt jogszerűen építhető rá ilyen jellegű épület. Vella Ferenc Zsolt szerint a településen történő beruházásoknál nem csak a lakókat és az üdülő tulajdonosokat kell figyelembe venni, hanem a terület tulajdonosának szándékát és az esetleges munkahelyteremtő beruházás hatását is. Ugyanakkor azt is közölte, hogy tudomása szerint nem készült hatástanulmány a tervezett palackozóról. A polgármester azzal zárta a levelét, hogy a helyiektől kapott vélemények és a kérdések vizsgálata, illetve a település fejlesztési célokkal való összhangjának megteremtése zajlik. A polgármester közölte, hogy fontos a társadalmi részvétel, de ugyanennyire fontosnak tartja az együttműködés megteremtését is az érdekelt felek között.